Sikerkovácsok. Egy podcast műsor, ahol Borsoda Zemplén megye vállalkozói, cégvezetői beszélnek sikereikről, kudarcaikról, terveikről és magánéletükről. Szép napot kívánok hallgatóinknak, Csákó Attila vagyok. Mai vendégem Espák Beatrix, a Rosmarink Stúdió társ tulajdonosa, ügyvezető igazgatója. Jó napot kívánok, ez Csokon. Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Önök létrehoztak egy, nem tudom jól mondom, egy főző egy főző stúdiót Miskolcon. Honnan jött az ötlet? Tulajdonképpen már nem mi hoztuk létre, hanem van egy előző tulajdonos Kolozsvári Andrea személyében. Ő alapította 2022. novemberében. Szóval mi tavaly év végén vettük meg barátnőmmel, uh, Mateszné német Alexandrával, és vele üzemeltetjük most jelenleg is. Azok, akik uh, az önök vendégei, őket milyen csatornákon, milyen módon érik el, hogy hirdetés, szájhagyomány útján, tehát honnan tudják meg az emberek, hogy van egy ilyen opció, egy ilyen lehetőség? Igazából nagyon sokszor ajánlás útján Kerülnek hozzánk a vendégeink. Akik már ugye jól érezték magukat, azok természetesen beszámolnak barátaiknak, ismerőseiknek, és így gyorsabban eljutnak hozzánk, de több social media felületen is jelen vagyunk. A legtöbb vendégünk egyébként a Facebookról érkezik hozzánk, de küldünk ki hírlevelet is a már feliratkozott. És kiket érdekel egy ilyen főző stúdió? Aztán majd beszélünk arról, hogy mit is főznek, hogy. De hogy idősebbek, fiatalok, férfiak, nők, akár ilyen csapatépítő jelleggel, vállalkozások, vagy kik, kik adják a, a magját, vagy a, a döntő részét a vendégeiknek? Próbálunk minden korosztályt megfogni. Vannak kümondottan gyerekeknek tartott workshopjaink. Vannak szülőgyerekprogramok is, illetve vannak ugye csapatépítő programjaink is, de de minden korosztályt próbálunk megfogni. Igazából azt uh, tudom, hogy a 14 évestől a 70 éves korosztályig nők, férfiak egyaránt jönnek. Ez nyilván változik annak függvényében is, hogy az estének mi a fő programja. Miskolcon egy ilyen szolgáltatásnak, egy ilyen szolgáltatásban mekkora lehetőség van, mekkora potenciál, hogy látja? Még nem régóta csináljuk, ugye tavaly november óta, de úgy látom, hogy van rá kereslet. Tehát a meghirdetett programjainak több mint a 80%-a telített. Egyébként van helyben konkurenciájuk? Van egy hasonló stúdió, de ők teljesen más célcsoportot céloznak meg. Mi az a plusz, amit önök kínálnak azoknak, akik részt vesznek egy ilyen programon? Tehát otthon is meg tudom főzni az ételt? Ez így van. Otthon is lehet ételeket főzni, nagyon finom ételeket lehet főzni. Viszont nálunk olyan tapasztalt séfek segítenek a főzésben, és olyan területeket lehet megismerni, amit otthon meg lehet próbálni nyilván elkészíteni, de nem biztos, hogy olyan sikerrel. Itt tudjuk garantálni, hogy minden résztvevő sikeresen el tudja készíteni az ételt, egy nagyon finom ételt kap, illetve nagyon jól fogja magát érezni, akár barátságok is kötődhetnek, illetve a mai rohanó világunkban egy kicsit kiszakadni ebből a darálóból, és feltöltődni, új embereket ismerni meg, élményekkel hazatérni, az egy nagyon nagy kincs. És hogy kell elképzelni, hogy az étel elkészítését, tehát az alapanyagok elkészítését is a vendégek csinálják, hogy az készen kapják? Tehát, hogy kifolyik a szeme a hagyma vágás közben, vagy már készen kap egy hagymát, hogy azt kell beletenni az ételbe? Az első lépésektől mindent ők csinálnak igazából. Úgy van, hogy van hat darab pultunk, minden pultnál két ember dolgozik. Az egyiknél általában a séf van, de hogyha több jelentkező van egy workshopra, akkor a séfnek is lesz egy párja. És közösen a séf, ahogy mutatja, ők ugyanúgy csinálják. Tehát pucolnak krumplit, vágnak össze hagymát, klofolják a húst, minden feladatot ők csinálnak. Azért a konyhatechnikai berendezések azok rendkívül drágák. Végeztek ilyen számítást, hogy ebből mikor lehet profit? A konyha felszereléseket ugye már az előző tulajdonos vette meg, nyilván mikor mi átvettük, akkor ezeknek az árát kifizettük, természetesen egy üzleti tervel rendelkeztünk, ami azt kell mondjam, hogy beváltja az eddigi tapasztalataink alapján a hozzáfűzött reményeket, tehát hozzuk azokat a számokat, amivel sikerül majd rentábilissá tenni az üzletet és jövedelmezővé. És hogy találtak rá erre a lehetőségre, hogy felvásárolják ezt a vállalkozást? Persze ez kellett egy eladó, és hát kellettek a vevők önök. Andréával volt egy közös ismerősünk, akitől a helységet bérelte, és ő ajánlotta nekem személy szerint felhívott, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy az Andrea el akarja adni ezt a stúdiót, és mit szólnék hozzá, hogyha én esetleg átvenném. Elmentem, megnéztem, aztán Szandi is ugye bekapcsolódott a tárgyalásokba, és így közösen úgy döntöttünk, hogy akkor ezt szeretnénk megvenni. Tematikus a kínálatuk. Én így kiírtam a honlapjukról egy-két opciót. Zempléni vacsoraest, ízes Itália, ázsiai ételek, makaron workshop, és hát ezen felül még van egy jó pár, hogy ezt ki és mi alapján döntött el, hogy ezek legyenek? Illetve, hogy ha például valaki azt szeretné, hogy csirkenap legyen, akkor arra is hajlanak-e? Van-e ilyen igény egyébként? A vestéknek a tematikáját azokat mindig a séfek döntik el. A zempléni estet az például Bárci Tamás a Leves és a Borsod Burgernek a séfje is tulajdonosa fogja vezetni. Ezt a tematikát teljesen ő állította össze. Nyilván ők már nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, mint mi, akik most kezdtük igazából ezt a területet, úgyhogy ők ö, látják, hogy mire van kereslet igazából, és ez alapján állítják össze a tematikákat. A makaron workshopot az konkrétan én tartom, és ö, arra minden hónapban százszázalékos a jelentkezők aránya, tehát hogy ha kettő lenne, se lenne elég szerintem. És kettő be vagyunk táblázva. Próbálunk minden színesebbet és minnél. ja, több. Nem a főnöke vagyok, nem számom kérem, csak hát hogyha valamire <laughs> van. van kereslet, akkor azt kell futtatni. Igen, igen, de fontos, hogy más területeket is megismerjenek, mert azokra is van kereslet. Például az ázsiai íze is egy olyan terület, ami, ami megmozgatja az embereket. És egyedi igények teljesítésére is van lehetőség? Tehát, hogy mondjuk én olasz konyha volt, mondjuk görög konyhát szeretnék? Igen, van próbáljuk mindig úgy összeállítani a menüt, ahogy a, a megrendelő kéri. Nyilván ugye itt egy tízfős fős csoportra kalkulálunk, tehát hogyha valaki szeretne görög estet, akkor szoktuk neki mondani, hogy esetleg akkor baráti társasággal, hogyha el tudnak jönni, akkor már 8 főtől megrendezzük az eseményt. Ha viszont nem, akkor meghirdetjük, és akkor mások is irántkezhetnek, akik érdeklődnek ez iránt a terület iránt. És mi van azokkal, akik mondjuk valamire érzékenyek, tehát mondjuk gluténmentes élelmiszert szeretne készíteni és fogyasztani, hogy őket hogy lehet kombinálni a, a nem érzékeny vendégekkel? Hát sajnos a gluténmentes az egy olyan terület, amit nem nagyon tudunk kombinálni. Ugye nagyon fontos az élelmiszer biztonsága gluténmentesnél, tehát oda külön eszközök kell lennének, ugye ott a szállóporra figyelni kell, tehát azt nem. Viszont egy tejérzékenységnél, vagy egy laktózérzékenységnél ott már tudunk vagy egy laktóz, illetve egy már tudunk foglalkozni, mert ott ö, külön el tudjuk határolni a, a teljes dolgoktól. Vendégletesből rengeteg szabály van például az, hogy az alkalmazottaknak megfelelő orvosi vizsgálattal kell rendelkezniük, egészségügyi könyvkel, stb. stb. Ebben az esetben ez hogy néz ki? Hogy azért, mert ez a termék nem kerül forgalmazásra, tehát nem egy második vagy harmadik személy fogyasztja el, emiatt erre nincs szükség? Természetesen nagyon figyelünk az élelmiszerbiztonságra megfelelő hűtési technikákkal, illetve alapanyagkezeléssel. Viszont mivel ez egy workshop stúdió, és ahogy mondta ön is, nem kerül harmadik fél kezébe, itt amit mi készítünk, azt mi fogyasztjuk el. Tehát ezért teljesen más szabályok vonatkoznak ránk. Ha van maradék, arra van esély, hogy azt megkapják mondjuk a Vöröskereszt, hajléktalanok, állatmenhely. Nem, nem szokott maradni. A séfek már nagyon nagy tapasztalattal rendelkeznek, és ők úgy állítják össze az anyaghányadokat, hogy azt tényleg annyi fűre főzünk, a hányan eljönnek. Mit gondol a magyar ételekről? Most egy kicsit lépjünk ki ebbe a főzőstúdió világából. Mit gondol a magyar ételekről és a magyaros konyháról? És ez mennyire köszön vissza az önök kínálatában? nagyon szeretem én a magyar ételeket, illetve a magyar gasztronómiát, illetve a magyar cukrászatot, nekem cukrász az egyik végzettségem, és uh, minőségi alapanyagokból minőségi ételeket lehet összeállítani, és ez számunkra nagyon fontos. Ezért uh, vannak olyan séfeink is itt az emplénézeknél is, hogy hogy tényleg a zemplémből hozott kincsekkel dolgozunk, és azokból a hagyományos ételeket állítjuk elő, pici, pici változtatással, picit modernizálva, de például lesz most Antal Gábor Séfünknek egy estje, a Magyar ízek pici fúzióval. Itt is a hagyományos ételeket egy kis csavarral, egy kis modernizációval fogja szénesebbé tenni. Az mit jelent egyébként, hogy a körömpörköltön van nem tudom, én kesudió, vagy mit, mit kell hogy, kell, hogy kell ezt elképzelni? Nem, hanem újabb technikákkal színesítik. A konyha, techni a konyha, technikát, így van a konyha technológia, illetve a minőségi alapanyagok, amikkel nyilván nem margarinnal dolgozunk, hanem tejtermékekkel dolgozunk, minőségi húsokkal dolgozunk, és ez, ez nagyon fontos ahhoz, hogy, hogy tényleg minőségi ételeket tudjuk előállítani. Azért egy konyha az valahol egy veszélyes üzem, forra víz, süt a sütő, kések vannak erre, hogy készítik fel a vendégeket? Tehát van előtte egy ilyen biztonsági oktatás? Első körben van egy felelősségbiztosításunk, ami nagyon fontos számunkra, hogy mindenki biztonságban legyen, és ezt tudjuk garantálni. Mármint ez egy biztosítási egy kötvény. kötvény. De így ettől van. még levághatom az ujját? Van, így van, teljes mértékben levághatja az ujját, de a séfeink az estelein ugye első körben bemutatkoznak, ismertetik a menüt, elmondják, hogy miket fogunk használni, milyen eszközöket fogunk használni, mire kell odafigyeljük, melyik eszthöz hogyan kell használni, mert nyilván van olyan, amit ők otthon majd nem biztos, hogy használnak, illetve odafigyelünk rájuk, hogy mindenki a rendeltetésszerű használatra törekedjen. Említette, hogy gyermekeket is fogadnak, és egy ilyen közösséget teremtenek. Gyermekeknek szolgáltatni az nem veszélyes, mert hatalmas felelősség, mert hogyha ott egy gyereknek bármi baja van, akkor a, a, szülő, az, meg a közvélemény is, az sokkal érzékenyebben reagál rá, mint hogyha ez egy felnőtt emberrel történik meg. Ebben tökéletesen igaza van. Nagy felelősség, viszont én azt tapasztalom, nekem van három gyerekem, hogy muszáj a gyerekeket kiragadni a tévé, az internet, és a kocka világából, úgymond, mert, mert nincsen, nincsen olyan Program a városunkban is nagyon kevés van, ahol hasznosan és tényleg kapcsolatokat tudnak építeni, tudnak egymással kommunikálni személyesen, és nem csak az internet térben, hogy hogy vannak, barátságokat tudnak szerezni. Nyilván odafigyelünk rá is, és nagyon fontos. A hétvégén is volt fánk workshop gyerekeknek. Ide természetesen jöhetnek a gyerekekkel szülők is, de ha nem jönnek, akkor is három felnőtt, mindig ott van, akikkel figyelünk. Általában kis csoportban vagyunk, tehát egy ilyen 8-10 fő gyerek jön három felnőttel. És akkor ők ugyanúgy is főznek? Igen, igen, magam köré gyűjtöm őket, és akkor együtt bedagasztjuk a tésztát, közösen kimérjük együtt a. Az alapanyagokat, és elmondom, hogy a gépbe nem nyúlunk bele, ott vannak mellettem, odafigyelek rá, felrakom rá a zárófedelet, tehát, hogy nem érő őket baleset. A késeket csak akkor lehet nyilván a fiókból elővenni, mikor. Arra engedély van, akkor is közösen vágókat vagyunk mellettük. Tehát a gyerekekre maximális figyelmet kell fordítani, ezért nem is szeretnénk ilyen nagyobb csoportos rendezvényt, mm. hanem csak kis létszámba, akikre tényleg oda tudunk figyelni és felelősséget tudunk értük vállalni. Hányan csinálják ezt az egész vállalkozást? Hát ugye van Szandi és én, akik visszük az ügyviteli részét a dolgoknak, illetve én csinálom még a cukrász vonalnak a nagy részét. Van egy bombon készítünk, ő Két séfünk van, akik az alapemberünk, akikre a kezdetektől igazából számíthatunk, ők Molnár Tamás és Hegedűs István. Illetve most bővítjük a csapatot is, Komáromi József, Bárci Tamás, Antal Gábor. Hát most ennyien vagyunk igazából. De ez akkor lefedi végül is a teljes kínálatot. Nem. Így van, illetve még, akit elfelejtettem batalacza, ő nagyon-nagyon jó kovászos pizza workshopot, illetve vadkovászos kenyer workshopot tart, ami, aminek nagyon nagy keletje van. Most már harmadszor említette a cukrászatot, hogy viszi úgy, akkor beszéljünk a cukrászatot. <laughs> Jó, rendben. Hogy ott ö, mi alapján választja ki, hogy mi kerül a kínálatba? Mert említette, hogy a makaronnál óriási a kereslet, de hát biztos van más kínálat is, amit, amit kínálnak azoknak, akik szeretnének részt venni egy ilyen főző workshopon. Aminek nagy keletje van, ez a makaron és a bombon. Amire mindig van jelentkező illetve én nagyon szeretem a francia cukrászatot, úgyhogy én próbálom azt a, az irányt képviselni, úgyhogy uh, szoktam tartani musz workshopokat. Ugye most a gyerekeknek volt a fánk workshop a farsang alkalmával, húsvét előtt lesz uh, mézes kalács készítés, azt a finom mézi cukrásza fogja tartani, Nárné Ferika, Úgyhogy mindig-mindig-mindig próbálunk valami újat behozni, valami hagyományos vonalat is, de mégis mellette valami újat is. Illetve többen jelezték, hogy szeretnének torta tanfolyamot, és akkor itt megtanulna a torta burkolás. Úgyhogy most lesz uh, csoki torta tanfolyamunk is. Úgyhogy én én amit imádok, az a torta, tetején, az a cukormász. cukormász. Hogy olyat miért nem lehet kapni, hogy csak azt? <laughs> hát, mert nincsen rá valószínűleg a kereslet, hogy csak azt lehessen kapni, de... Egyébként ez a francia vonal, amit említett, ez, én azt sem tudtam, hogy ilyen van. Egy pár hónapja volt egy szintén vendéglátós ö, vendég itt a stúdióban, és ő mondta, és azóta odafigyelek, hogy tényleg nagyon szuper és nagyon finom. Tehát nem ez a gél, hanem olyan, olyan, olyan fogyasztható, olyan jó. Nekem aztán lehet, hogy másnak meg a házi rétes, vagy a, nem a rétes, hanem van ez a rácsos, arra gondoltam, Igen. vagy a házi sütemény, vagy nem tudom, ki, mindenkinek ami a, a saját ízlésének megfelel. És a, a munkaleosztás, említette itt, hogy az ügyvitelt hogy viszik, de azért ki a főnök? Vagy ez ilyen fele-fele? Ez ilyen fele-fele, igen. Én vagyok ott minden tanfolyamon, de Szandi pedig a háttérből dolgozik. És amikor mondjuk valamiben nem értenek egyet, akkor sorsot húznak, skanderoznak, vagy milyen módon döntik el? hogy? Mert egy főnök mindig kell, de én megértem azt, hogy lehet ezt ketten is csinálni, de, de valakinek engedni kell. Igazából leülünk is megbeszéljük. Tehát ő is elmondja a véleményét, én is elmondom a véleményemet, még nem volt olyan, hogy ne tudtunk volna megegyezni. A dolgozókkal milyen a viszonyuk? Ők ilyen szerződéses viszonyban vannak, vagy főállásban? Alkalmi munkavállalóként foglalkoztatjuk őket, mivel nyilván hát egy-egy este jönnek hozzánk, nekik van főállásuk emellett. És velük... Milyen a viszony? Tehát említette ezt az empléni estet, hogy azt a séf találta ki, de mennyire avatkoznak, vagy mennyire szólnak önök bele abba, hogy milyen választék legyen, mi kerüljön, illetve más országok, más főzőstúdiók tapasztalatait, azt mennyire építik be a működésükbe? A séfeink állítják minden alkalommal össze a menüt, szóval az ő elképzelésük alapján alakítják ki. Szóval szoktunk egy kérdőévet küldeni, egy elégedettségi kérdőévet azoknak, akik már jártak nálunk. És ennek az utolsó kérdés az, hogy milyen programon szeretnének esetleg részt venni, mi az, ami őket érdekli, milyen terület a gasztronómia mely területe, és ehhez igazodunk és meg tudjuk találni azokat a séfeket, akik ezen a szakterületen nagyon jók, és akkor ők állítják össze a menőt. Tehát, ha mondjuk én görög estet szeretnék, vagy görög vacsorát, görög ételek kerüljenek terítékre, és összetrombitálom a nyolc barátomat, hogy menjünk el, akkor szereznek ahhoz egy görög ételekhez értő séfet, ha jól értem. Ez pontosan így van. Igen. És az alapanyagok kiválasztását az kicsinálja, hogy azt aki az adott estet ö, szervezi, XY év, akkor ő intézi az alapanyag beszerzést is? Nem. Ő elküldi nekem, hogy milyen alapanyagokra van szüksége, és én azt megvásárolom. És mi van akkor, ha valaki jelentkezik, jövünk nyolcan, és fogorvosok, fodrászok, masszörök tapasztalatait mondom, Azért van, aki linkeskedik, és nem ér oda, de még egy telefon sem engedel. Olyankor mi van, mert megvan az alapanyag, ott a véletlen a szabadidejét erre áldozó séf, és ott állnak, hogy nem jöttek meg. Nálunk nincs ilyenre lehetőség, ugyanis előre kell fizetni. Tehát mm. a honlapunkon meg tudják venni, előre kifizetik, és akkor mi már látjuk, hogy hányan fognak eljönni, és hát ami jól mutatja, hogy ha már az ember a pénzét belefektette, akkor általában is a Nyilván betegségek előfordulhatnak, de például a rendezvény előtt öt nappal, ha lemondja, akkor fel tudunk neki ajánlani vagy egy másik időpontot, vagy át tud jelentkezni egy másik workshopra, vagy tudunk neki adni ajándékutalványt. Ha pedig öt napon belül jelzi a betegséget, akkor fel tudjuk ajánlani egy ruházzát, egy barátjának, egy ismerősének uh -huh. a részvételt. Honnan a a szakma szeretete. A Covid idő alatt mi leköltöztünk édesanyámékhoz. Az én kisfiam te lett, mikor született. És vidéken nem lehetett semmilyen mentes édességet kapni. És jöttek a szülénapok egymás után, és nem tudtunk honnan rendelni semmilyen se sütemény, se tortát. És úgy gondoltam, hogy akkor én megpróbálkozom ezzel. Édesanyám világ sütött, nem volt nálunk olyan hétvége, hogy nem sütött volna. Édesapám nagyon-nagyon édes szájú. Valószínűleg tőlük ragadt rám, de azelőtt ugye nem próbálkoztam vele, nem nagyon sütögettem, segítettem, de úgy nem érintett meg túlságosan. Aztán amikor elkezdtem ezeket a tortákat csinálni, annyira magával ragadott ez a dolog, hogy elkezdtem magamat képezni különböző Youtube videókat kezdtem először nézni, aztán beiratkoztam workshopokra, mestercukrászokhoz, majd beiratkoztam, és úgy végeztem el a tanfolyamot is, a cukrász tanfolyamot. Úgyhogy igazából onnantól indult, majd volt egy nagy vágás az életemben, amikor rendőrségnél dolgoztam segélyhívó központban csoportvezetőként, de beadtam az önéletrajzomat egy szállodába cukrásznak és leírtam, hogy igazából én cukrász vagyok, életemben nem dolgoztam termelésbe, de nagyon szívesen kipróbálnám magam, és hogyha ők úgy gondolják, hogy adnak nekem egy lehetőséget, akkor nincs más hátra, mint előre, és felhívtak, elmentem egy próbanapra, és hát a, a szaloda igazgató, nem mondom, hogy nem voltak fenntartásai, de azt mondta, hogy na, próbáljuk meg egy nap próbanap, kellett csinálnom egy tányérdesszertet, egy meleg desszertet, meg valami süteményt. És megcsináltam mind a hármat, és akkor lejött is, megkóstolta, és azt mondta, hogy hát azt kell, hogy mondja, hogy lesütöttem. És utána a rendezvényekre besegítettem nekik, majd felajánlottak nekem egy végleges állást, úgyhogy ott egy kicsit vakargattam a fejem, hogy most egy tíz éves munkaviszonyt feláldozzak egy, egy, egy cukrász munkáért, de úgy voltam vele, hogy, hogy megpróbálom, mert az az álmom, az a vágyam, abban ki tudok teljesülni, és akkor átmentem a szállodába, és ott dolgoztam tovább. És ki teljesed, Hogy érzi? Nagyon-nagyon szerettem, viszont nagyon nehéz volt egy 200 fő szállodába egyedül cukrászként, akárta dolgozni, félponzióra dolgozni, majd tortákat is már csináltam, Úgyhogy hat órás munkaviszonyban mentem el dolgozni, ami azt jelentette, hogy ugye reggel 8 nyolc és elvileg kettőig dolgoztam, de, de ez mindig több volt. De nagyon-nagyon-nagyon de szerettem, viszont a családommal nem tudtam összeegyeztetni, úgyhogy egy fél év után muszáj volt megválnunk egymástól. És az igaz, hogy így futva dolgoznak sokszor, vagy ez csak ilyen hollywoodi elem? nagyon oda kell figyelni. Egyébként minden pillanatot ki kell számolni, meg kell tervezni, főleg ahogy én is egyedül voltam. Úgy kell elképzelni, hogy reggel bementem, gyorsan lesütöttem a piskótákat, mert hogy utána már a szakácsok használták a sütőket, nekem már nem volt terem igazából, és fel kellett építeni az egész napot. Volt, hogy délre jöttek csoportok, ugye nekik külön volt a la carte. Szertek, de estére meg kellett, hogy legyenek a sütemények is a, a svéd asztalra. De azokat a süteményeket nem csak megsütni kell, ám azokat fel is kell szeletelni, ki is kell rakni tálcára. Tehát nagyon-nagyon komplex feladat. És akkor, amikor este hazament és azt mondta a gyermeke, hogy anyós üssél sütit, akkor utána a sarokba térdelt reggelig, vagy megsütötte neki? A lányom mindig azt mondja, hogy anya, mióta cukrász vagy, azóta sokkal kevesebb süti van itthon, és ez tényleg így is van. A bombonokra visszatérve, hogy abban nincsen piaci lehetőség, hogy nem csak ebben a főzőstúdióban készüljenek, hanem mondjuk dobozolják és kiszállítják kis kereskedelembe, vagy más cukrászdáknak? Hát ahhoz már üzemi feltételek vannak, arra már teljesen más törvényi szabályozás. Szabályok vonatkoznak, így van. De így ez van lehet opció? Én egy torta szeretnék ott majd, aminek folyamatban van az engedélyeztetése. Amik a tervei, akkor mondja. Illetve az előkészülete. A bombont azt nem én tartom, azt a Rita tartja, ő felső tárkányból jár hozzánk. És ezt tényleg csak ottani fogyasztásra akkor készítik. Viszont én szeretnék egy torta ott a Rosemarink stúdión belül majd nyitni, meglátjuk, hogy Az mi lesz belőle. Az hogy torta műhely? Az már akkor nagy üzemi gyártás? Nem üzemi. De azt tudom, hogy van egy ilyen pejoratív csengése, de mondjuk azt már lehet értékesíteni, akkor majd cukrázzák, vagy ide-oda? Nem, az a tortaműhely abban különbözik például egy cukrezettől, hogy ugye nálunk helyben fogyasztás nincsen. Előrendelés alapján készítjük a tortákat vagy desszerteket, eljön érte a megrendelő és elviszi. Uh -huh. Tehát, Értem. hogy nincsen, nincsen ott fogyasztás igazából. Tehát kérdek egy 12 szeletes dobostortát, dobostortát és akkor azt legyártják. Így van. Ha van egy üzlet, van állítólag. Úgy gondolom, hogy van rá. Kapat. Van, aki sufnituningba csinálja otthon konyhában, de, de véletlenül ilyen higiénikus és profi körülmények között meg még biztonságosabb, meg talán jobb is. Így van, van rá kereslet, főleg a minőségére egyébként. Én azt látom, hogy, hogy az ember úgy van vele, hogy arra a pár alkalomra inkább megveszi a minőségi tortát, mint, mint, a, mint, az olcsó tortát, és akkor a felét kidobjuk, mert, mert tehetetlen. Én, én nem szeretem, tehát mindenképpen mind a stúdióban, a workshopokon, mind a cukrászatnál Tényleg törekszünk a minőségre, nagyon-nagyon fontos. Visszatérve a hagyományos ételek főzésére, sütésére, ott a, a látogatók vagy a vendégek világa az véletlenül nem azonos. Hogy akkor egyikük, én például azt a hús szeretem, ami nincsen agyon sütve-főzve, hanem rágni kell, tehát mint egy vathús. A másik ember azt szereti, hogyha omlik a szájába. Na ezt ott hogy lehet kiküszöbölni ezeket a... Hát nem ellentét, de mégis nem azonos, nagyon, a nem azonos ízvilág vagy 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 igény. Hát itt a steak tudom felhozni, ez nagyon jó példa rá. Ugye a steaket is mindenki más fázisban szereti. Van, Igen, aki véres, félig véres. Végres, így fél, van. véres. Így van. Az van. még oké, mert akkor előbb kiveszik. De mondjuk egyik sózza, egyik beborsozza, sózza, nem tudom, én még 87 féle fűszer tesz rá, a másik meg azt mondja, hogy ő, ő csak a natur hús ízét szereti. Tehát nem szereti, hogy hagyom van ízesítve. Erre is van lehetőség? Hogy Igazából a... ketten sütnek egy pultnál, vagy főznek a, hát egy akkor pultnál. Csak a másikat kell így győznöm, van, hogy, így az van, a jó, hogy igen, igen, ők fűszerezik, ők ízesítik. Értem. Elmondja a séf, hogy miket kell belerakni, és mindig kóstolnak. Ez a legfontosabb, mindig mondja a séf, hogy kóstoljanak. És akkor ők érzik, és be Állítani, hogy nekik mi az, ami, ami jó az ízlésüknek megfelelő. Uh -huh. Ön is szokott kóstolni? Igen, szoktam. <laughs> az veszélyes cukrászatnál, nem? Idézőjelben veszélyes. Hozzáteszem, a cukrászatnál nem. Tehát nyilván szoktam kóstolni az ízeket, de hogy nem vagyok nagyon édes szájú. Tehát én, önnek. inkább a séfeknél szoktam kóstolgatni, új ízeket megismerni van úgy, hogy elmegyek, ugye hát minden workshopon ugye ott vagyok, és ha előző este csináltunk valami finomat, akkor én következő nap én otthon megfőzöm a gyerekeknek. És akkor ők is megkóstolják. Náluk szoktam inkább kóstolgatni. A műsorunk végéhez értünk. Véletlenül azért ez eléggé leköti az idejét. A szervezés, a, a, alapanyagoknak a koordinálása, stb. stb. De hogy mi az, ami ami a kevés szabadidejében, amire jut idő. Tehát kvázi mi a hobbija van? Hát a gyerekeimmel foglalkozom szabadidőmben, amikor csak tudok egyébként. Most nagyon sok időt még az elején elvesz ez az új vállalkozás. Ezzel ők is tisztában vannak. A lányom ő szokott velem jönni segíteni, úgyhogy akkor megvan nekünk az anyalánya programunk is mindig, de, de a fiúk még kicsik, úgyhogy velük is sokat kell foglalkoznunk, úgyhogy ők a hobbim, illetve a kézilabda, ami, ami nagy szeretet. Ha majd felnőnek, akkor szeretné, ha ők vinnék tovább a céget? Ha lesz még akkor rá lehetőség, én szeretném. A középső kisfiam, ő nagyon szeret kóstolgatni, nagyon nagy érdeklődés mutat egyébként most már. A lányom gyönyörűen rajzol, őre ki szoktam mondani, hogy tortákra esetleg ilyen kis marcipándíszeket, hogy hát ha próbálkozik ő is, úgyhogy meg meglátjuk. A kisfiam meg még kicsi, ő még, ő még nem. Hát akkor további sok sikert kívánok, és jó főzést, sikeres vállalkozást. Mai műsorunk véget ért, én köszönöm a hallgatóinknak a figyelmet, Espák Beatrixnek, a Rosmaring stúdió társ tulajdonosának, ügyvezető igazgatójának pedig, hogy itt volt velünk, viszont hallásra. Viszont hallásra.